Sziasztok! Zazóka vagyok. Folytatom tovább a Gunship 2000 videósorozatot. Ugye nem végigjátszás lesz belőle. Nagyon sok küldetés van. De valameddig elviszem a játékot. Mindenféleképpen el akarom érni a századosi... kapitányi rangot, bocsánat. Oké. És akkor folytatjuk tovább. Gondolom ugyanaz a küldetés marad, de úgy is ki fog derülni, mert ugye nagyjából megegyeztük, hogy BTE nem, mást ad be. Érdekes. Mindig mást ad be, ezt onnan is tudom, akkor, tehát ezt meg tudom erősíteni, hogy a emulátoros gépen is ezt megcsináltam, és ugye természetesen ott a második küldetés az nem ez a küldetés volt, amit itt másodiknak megkaptunk, és láthatjuk most is, hogy ugye újra kezdtem a játékot, tehát ezt nem fejeztem be, és akkor most meg mági más lett. Tehát ez változik. nincs az, hogy mondjuk valaki megcsinál egy, nem tud megcsinálni mondjuk egy küldit, és akkor hogy annak újra neki áll. Hát de lehet, hogy újra neki lehet állni valahogy, azt nem tudom. Minden esetre, ha így csináljuk, hogy kilépünk a játékból és újra, akkor szerintem nem. Ja, jó, mindegy, oké. Ne is ezzel foglalkozzunk, fiúk. Kilo, a hívójelünk, nagyon jó. BMP2-es szakasz, és ammo raktár, gondolom, tároló. Oké. Éjszakai küldetés. Várjatok, gyorsan kinyitom az újságot, és ide lapozok, ahol... Aha, itt van. Ide lapozok, ahol a cikk van. Hát, ha majd szükségem lesz rá. Megvan az időgyorsítás. Azt mondja, hogy barátságos? Tűzérségi támogatás? Vagy mi ez, ugye? Elérhető ennél a missziónál. Ez érdekes. Mi 24-es. Tehát ugyanúgy lesznek helikopterek. Azt szerintem már... Nem tudom, szerintem az állandóan lesz. Lehet, hogy pont nem fogtok vele találkozni. Ugye? Ki tudja, hogy milyen úton alon mentek. Az elképzelhető. Jó, tehát akkor látjuk, hogy itt van a bázisunk. Hát jó, itt van a secondary, és itt van a primary mission. És durván azonos távolságra vannak. Jó, ez itt már ennyi. Akkor vissza. Nézzük a helikoptereket. Nekem a... Ez is jól néz ki, de nekem mindenféleképpen jobban tetszik a... Apache. Már csak azért is, mert többet tud magával vinni, fegyverzetet mindenféleképpen. Oké. Helikopterek ellen. Szerintem maradunk a szokásosnál. Általában én ezzel a felszereléssel szoktam menni, srácok, ennyi. Nagyon ritkán szoktam eltérni ettől. Már csak azért is, mert... Ha jól emlékszem, azt figyeli a játék, hogy hány perc alatt végzed el a küldetéseket. De hát most igazából lényegtelen, hogy mennyi idő alatt érjük el azt a bizonyos rangot, milyen kitüntetéseket kapunk. A lényeg, hogy megcsináljuk a küldetést. És ugye, hogyha kifogyunk a fegyverzetből, lehet utánpótlásért elmenni. Oké. A 89-es a load. Picit, mintha itt jobban lehetne látni a betűknél talán, hogy egy picit jobban bezavar ez a kettő szei grafikai ilyen dorsos módosítás. Tiri, jól van. Oké, és amin itt változtatni fogok,
az ez. Kíváncsi vagyok, hogyha most hamarabb észreveszem az ellenséget, akkor ez az opció lehet így kapcsolgatni. Ha nem, ha úgy érzékelem, hogy nem, akkor még egyetlen egy dolog jutott eszembe, hogy ugye én az Amigás változattal játszottam, és akkor úgy néz ki akkor, hogy a PC és az Amiga változat az ennyiben is különbözik. Illetve hát azt ne felejtsük el, hogy én Amigán még az eredetiben is ugye nem a végső, mit tudom én, hanyas verziószámú CD-s változattal játszottam. Jó, a többi az maradhat. Ez is amúgy teljesen lényegtelen. Ez, tudjátok mit? Tudjátok mit? Lényegtelen. Sajnos. Szerintem legalábbis. Target front. Oké, szerintem kezdjük azzal, hogy felszállunk. 9-es billentyű és óval adok gázt. Tehát elkezdem lebegtetni a helikopátert. Mert ugye jönnek majd a... Most akkor olyan 200-ig. Ah, jó ez így, oké. F10. És akkor... Egyiknél se kaptuk meg azt, hogy... hogy valamerre is mozognának az egységek. Tudjátok, nincs az a nyíl. De én amondóval ég, hogy a Destroy Ammo Dumpot, azt akkor hagyjuk tényleg akkor a secondary-re, a másodikra, másodlagosra, és a primary-t nézzük meg egy először. Az esetleg jobban mozog, értitek? Oké, és akkor... Azt a büdös mindenit, milyen hegyvonulatot rajzoltak nekünk. Ó, úristen, úristen, úristen. Valószínűleg tartom, hogy nem valós térképek alapján vannak ezek a helyszínek. Oké, primary. Elég sűrűn van a domborzat, a hegyek, dombok, stb. Azt a büdös mindenit. Hogy a büdös francok keveredjek innen ki? Jézus Mária! Hát gyerekek, lehet, hogy itt most föl fogunk emelkedni a hegyek fölé. Jó, akkor fly. Fly to, egészen pontosan, és akkor... Ja, bocsánat, hülyén csináltam. Elfelejtettem. Ó, enter. És akkor itt vagyunk. Honnan közelítsük meg? Nagyon, szerintem nagyon nem érdemes vele itt gatyázni. Így. Aztán valahogy így itt kibukkanunk, aztán ennyi. Úgyis menet közben meglátjuk, hogy kell-e változtatni. Ugye ez már nem a gyakorló küldetés, tehát itt azért már jobban oda kell majd figyelnünk. Jó van, és akkor... Elkezdünk emelkedni. Illetve be is van kapcsolva az el... tehát, hogy elkerüli a másodpilóta, vagy az autó... Nem, másodpilóta. Belenyúl az irányításba. És ugye elkezd emelkedni ő is. De minden esetre én is segítek neki. Elkezdem a magasságot csökkenteni. És ha megpróbálok itt a hegyek között akkor lavírozgatni. Jaj, bocsánat! Lekódoltam a felvett anyagot, és a hülye action felkiáltójel a végén, program,
az széthúzta nekem a képet. Nem is értem, tehát hogy azt kéne fölvegye, amit látok a képernyőn, erre... Basszus. Erre teljesen mást... Tehát itt széthúzta 16-9-be. Jó van, meg vagyunk. Széthúzta 16-9-be. Lehet, hogy visszaállítom majd a grafikát, és megnézem a következő videóban, hogy mennyivel másabb lesz a játék. Lehet, hogy jobb lesz. Nekem most egy picit megint olyan furcsának tűnik, és... Nem tudom, bizonyos helyeken szebbnek tűnik a grafika, bizonyos helyeken meg inkább maradjon a régi. Tehát az alap. A normál kétszeres beállítás. De megnéztem annak a srácnak a teljes videóját, akit múltkor is mondtam, hogy segített abban eldönteni, hogy most ez most már a jó verzió a GOG-on, vagy pedig nem. És ő még alacsonyabban száll a földhöz. Hát igen, mert hát annál nehezebben fognak be a radarok. Szerintem annál nehezebben fogjuk be mi is az ellenfelet. És lehet, hogy ezért van ez. És mondom, itt PC-n meg jobban odafigyeltek rá, hogy szimulátorosabb legyen. Mondom, lehet, hogy van különbség a Amigás és a PC-s változat között. Oké. Okay. És most a AMD-nek a saját gyári felvevő programját használtam, de most már úgy, hogy használom, most már úgy, hogy készítettem egy próbafelvételt, hogy biztos, hogy jó. Az OBS-t nem akartam túl sokat szarozni, megpróbáltam gyorsan, hogy rögzítem, de ugye mivel ennek a játéknak a felbontása ugye alacsony, ugye ugyanúgy originálon van hagyva, ezért kis ablakba vette föl, és nem tudom, vagy ugye állítanom kéne a képernyő méreten, és akkor OBS-el is föl tudnám venni, de én úgy voltam vele, hogy nem nagyon érdemes vele szarozni. Itt van a gyári, azzal is meg tudom csinálni, kész ennyi. Ugyanúgy külön hangfájba rögzíti a kommentárt, teljesen jó az egész. Oké, okay, 6-os. Így. Tehát ugye V-pontot váltunk. Átváltunk a 2-esre. Mindjárt nézek egy térképet. Oké. Okay. Jó. Azon gondolkozok, hogy Hellfire-t berakom. Vagy nyártok, ne. Maradjunk az a gépágyún. Mert... ha esetleg a Hellfire kell, akkor egy pöc a Space-el, és ugye már fegyverzetet is váltottam. Ja, és itt meg nem fogom használni a gyorsítást, mert szerintem itt azért annyira nem egészséges, amikor így megyünk egy feladatot megoldani. Szerintem majd visszafele lehet vele próbálkozni. Amúgy a P mellett a hosszú Ö, ha jól tudom. Nem? Akkor nem. Akkor várjátok. 6-os. Váltunk a 3-as V-pontra, akkor a U, aha, az U, látjátok, bal felső sarok, 2-es, 4-es, és a Ö, akkor mellette balra, az vissza, az törli, az visszaáll a lapra. Azt, ha jól látom, hogy, látjátok, hogy írja ő? Gázkar, gyorsítás beállítása. Uh-huh. És akkor úgy nézem, hogy szerintem itt nincs az, hogy növelem és csökkentem. Tehát csak növelem van, és mondom a hosszú jövel meg akkor visszáll alapra. Jó, rendítsek?
És van ugye a srácnál is kb. Ilyen frame-mel megy. Valamit mesélt, hogy valami nem tudom hány ciklusra van beállítva az emulátor. Lehet, hogy majd még megnézem még egyszer azt a videóját, és akkor... Hát, ha esetleg... Mert be lehet nyúlni ugye a DOS emulátorba. Aha, jó, már itt vagyunk. Oké. Megnyújunk egy F10-et gyerekek, és azt mondom, hogy... Törlöm a waypontokat, és most már akkor itt vagyunk a célpontnál, és meg kell őket keresni. Ahogy volt időm, már jöttem is játszani, el sem olvastam a cikket, pedig jó lenne elolvasni a cikket. Ugye már itt vagyunk a primary megadott helyénél, ami mondtam, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ott lesznek pont. Ugye, hát ez azért nem így működik a valóságban sem. Ha csak nem ugye olyan célpontot kapunk, ami fix. Jó. Szerintem ezek mozgásban vannak. Tudjátok, nincsen az a nyíl, mondtam, hogy a legtöbb vagy olyan feladatoknál mutatja a nyíl, hogy mi a feltételezett haladási irány. De valószínűleg, hogy ugye ezek is mozogtak. Ezért mondom, hogy egyáltalán nem biztos. Nem kell készpénznek venni ezeket a primary, vagy ne adj Isten, secondary ugye, pontokat. Ha csak nem ugye arról van szó, hogy destroy a modant, mert az valószínűleg, hogy az nem mozog. Legalábbis reméljük. Jó, vissza. És elég sűrű a domborzat. És hát lehet, hogy például eljöttünk mellettük. Egyáltalán nem biztos, hogy dél vagy bármilyen irányba haladnának, értitek? Itt most, ha túl sokáig kell keresgélni, akkor lehet, hogy célszerűbb fölemelkedni. Magasabbra. Lehet, hogy ezt meg is csinálom, basszus. Jó. Csak egy picit vegyünk vissza a sebességből. És itt szépen körbenézünk. Még vissza. Target right. Ez egy rakétaállás. Backspace-el váltogatjuk a incoming right. Majd. Jó, akkor megyünk. Kilőttek ránk egy rakétát. Várjuk, nézzünk meg egy F10-et. Egy térképet. Úgy. Incoming, right. Incoming, right. Ezért is jó még például, hogy itt be van kapcsolva most a autó incoming, right. Emelkedés elkerülés. Target right. Incoming, front. Target front. Target left. Target front. Target right. We're hit. Oh. Incoming, right. Incoming, right. A radaron a rakéta is látszik. Ilyen sárga. Villogó. Jó, be kell szereznem a joysticket, mert ez... Így elég ez. Ugye mondtam, hogy Amigára is vettem később egy joyt. Mondom sem kell, hogy sokkal egyszerűbb volt használni. Nézzünk egy térképet.
Átjöttünk most ebbe az irányba, itt tőle délre. És hát nem igazán látom, hogy itt lennének. Persze itt is ugye teli vagyunk hegyekkel. Mondanom sem kell. Haladjunk szerintem ilyen észak-keleti irányba. És akkor megint megpróbálok fölemelkedni, feljebb emelkedni. Jó, tehát föl kell szerelnem a joyt. Meg kell keresnem és föl kell szerelnem. Nem tudom, hogy majd a jobb az működni fog-e. Nem rakom föl mind a két részét, csak nekem a joystick része kell, a gázkaros része nem. Habár lehet, hogy amúgy az is működne, és tök jó lehetne vele így helikopterezni. Az, hogy jobb oldalt a magasság változik, az ne zavarjon össze senkit, mert ugye nekünk a zöld kell, a sárga az pedig mindig a talajhoz viszonyított magasságunk. Ez már túl magasan vagyunk, az azt jelzi, ezt így most elfelejtettem, ez a folyamatos zöld sípolás. Nézzünk egy F10-et. Nem ér itt nekünk valamit? Nem igazán. Jó, keresgéljük. Nekem talán, ha jól emlékszem, akkor nekem volt olyan is, hogy itt a két hegy között az úton volt olyan célpontom, ami pont úgy ment. Jó, hát ez így kemény. Ennyire nem akarjuk megtalálni. Most ugye azok, akik ott vannak, azokat már befogtam a radarral. Igen, tőlünk ott nyugatra. Szerintem haladjunk most északra. Picit észak-keletre felé. Ugye a srác is játszott a Gunship 2000-rel. Amúgy arról is beszélt abban a videóban, hogy ő... Most nem tudom, hogy ő is megszerezte, vagy csak figyelmükbe ajánlotta, hogy van egy srác, aki árul eredeti Gunship 2000 PTSD-s játékokat. És még hogy csinált hozzá valami ilyen dosos indítót is, vagy parancsindítót, vagy nem tudom. És nagyon dicsérte. De hát igazából nekem már itt van a gogos változat és ennyi. Teljesen. Most így elégedett vagyok azzal, hogy kiderült, hogy összekapta magát ugye az Atari. És a Microprose az már nincs is szerintem. Biztos, hogy megszűnt a Microprose. Lehet, hogy alkalmaznunk kéne egy picit a gyorsítást. Mindjárt megnézem, hogy hol is vagyunk kb. A térképen. Úristen, ezt nézzétek meg. Tehát őrület, őrület. Ez egy elég nehéz feladat. És pedig milyen hamar ide értünk, ugye, a megadott koordinátánkhoz itt a célpontnál is igazából semmi, nulla. Tehát, hoppá, valamit ott befogott a radar. Jó, állítsuk vissza az időt, és akkor... merre megyünk? Hát akkor lehet, hogy azt akkor kellett már befogtam. Azokat látom. Amúgy hogy írja, hogy a radar az hányszorosan működik? Most én itt azt nagyon nem látom. Ja igen, még ahol fontos a magasság, az ugye a kis középső képernyőtől jobbra
Ugye balra mutatja a sebességünket, és jobbra mutatja ugye, a magasságunkat. Ugye most 1236 lábban vagyunk. Ami nem tudom hány méter, itt hirtelen ki kéne számolnom. Fingom sincs, hogy hány méter. Azt hiszem kb. Egy láb kb. 30 centi lehet. Valahogy így emlékszem rá. Jó, haladjunk éjszakra. Próbálom azt megnézni, hogy a radar az hányszorosan működik ilyenkor. Ugyanis ilyenkor, tehát ha valami történik a radaron, akkor kizummol, ha valami olyasmi történik, akkor meg ugye bezummol. Tehát, hogy egyszeres, meg nem tudom hányszoros lehet a radarnak a távolsága, vagy a felbontása, vagy tök mindegy. Tehát, hogy ugye fontos, hogy a közeli célpontokat is jelzze a radar, meg a távoliakat is. Ugye ebben az esetben biztos, hogy a távoliakat mutatja ott a bal alsó részén a radarnak. Hát, ez így nem tudom. Amúgy azt is meg lehet csinálni, ha megunjátok, mert nem találjátok meg, akkor visszamente, tehát hogy vagy megcsináljuk akkor a secondary-t, vagy fogjátok és visszamentek a bázisra, és leadjátok a küldet úgy, ahogy van. Ennyi, nem kapunk semmit, kész. Nem tudtuk megcsinálni a küldetést, mert rossz a felderítés egyszerűen. Nem találtunk meg a primary célpontot, mondjuk. Tehát no problemo. Mert így elég nehéz. Ja. És ugye hiába repülünk kurva magasan, ha a célpont az ugye mondjuk úgy halad, hogy közel a hegyekhez, hát hiszen nem fog rálátni a radar. Ja, ez büntetős ez a terep. Ez nagyon büntetős. Lehet, hogy az lesz, hogy amúgy srácok, hagyom a sunyiba, megyünk föl a secondary-hez. És ennyi. Tehát mondom, egyszerűen nem lesz megcsinálva ez a küldi. Egyszerűen nem lesz megcsinálva ez a küldi. Mármint, hogy ez a primary küldi. No problemo. Jó, egy picit kapcsoljuk rá a gyorsítást, és akkor... Most ugye nem mondjátok, hogy megint a már beazonosítottak felé haladunk. Hát... Pedig elképzelhető. Ez ugye dél-nyugati irány. Hát, ja. És már befogtuk basszus, már nem tudom hányszor. No, figyeljetek! Akkor azt csináljuk, hogy F10. Beütöm most csak simán, hogy B-z, tehát B-billentyű, úgy. És megyünk vissza a bázis fele. Jó? Menjünk vissza a bázis fele. Nem gatyázunk. Maradunk ilyen magasságban, hogy hát ha visszafele valahogy beazonosítjuk a célpontot. De ha nem, akkor nem. Akkor bázis, és onnan haladunk fölfele. És ugye igyekszünk legalább azt a küldit megcsinálni. Tudja, hogy nem fognak minket megdicsérni, de hát most egyszerűen nem tudok mit csinálni. Oké. Jó, rákapcsolom a gyorsítást. Hagyom így négyszeresen, szerintem az teljesen jó. Amúgy max 16-szoros van. Figyeljetek a bal felső sarkot, 12, 14, 16, és akkor ennyi, elértük a 16-ot. Jó? Négyszeres az teljesen jó. Simán el tudom képzelni, hogy lehet, hogy arra kellene haladnom, amerre azt a csoportot kiszúrtuk. És jobban meg kéne vizsgálni, hogy ott esetleg még mit találunk.
Mert ugye ott láttunk valamit, ott találtunk valamit, ennyi, azt kéne megvizsgálni jobban. Na nem hiszem, hogy ilyen közel lenne az a célpont. Na, már itt vagyunk lassan Target a front. Bázison. Így van. Így van. Akkor F10. És így. És akkor szépen elmegyünk a secondary célponthoz. Maradhatunk ilyen magasságban. És a lehető leghamarabb kéne elérni, mi? Jó, tehát fly to. És mit tudom én, akkor... Mondjuk közelítsük meg így innen. Ez az. Ez az. És akkor így. Jó, és maradunk target ebben right, a magasságban. Right. Hát nem kell megijedni, ez ugye a... Nem tudom, hogy a milyen keket is befogja. Oké. Négyszeres. És akkor megyünk. Fuel low. What? Oké, ez érdekes lesz. Akkor vissza a base. Na, megnézzük srácok azt, hogy ugye nem akarom leadni most még a küldetést, de ugye tankolnunk kell. És megnézzük akkor azt, hogy amire én nem emlékszem már pontosan, hogy a bázison akkor lehet tankolni. Lehet, hogy a fegyvereknél is kilövök. Vissza a bázisra. Jó, és meglátjuk majd, hogy visszaáll-e. Target left. Oké. Target front. Oké. Jó, bemegyünk így a hegy mögé majd. És akkor ugye ott kell majd leereszkedni. Jó, oké. Jó, hát megyünk vissza. Ha jól emlékszem, ha menet közben kifogy a benzin, akkor ugye, hát szálljatok le, és hát feladjátok a küldetést. Igazából ennyi történik szerintem. Kimentenek titeket. Emlékeim szerint. Igen, ezek veszélyes szavak. Emlékeim szerint. Ugye van Black Hawk helikopterük. Ha lesz... erről most eszembe jutott, hogy kimentenek minket. Ha lesz... szakaszotok. És a szakaszotoknak a pilótáját lelövik, de nem hal meg. Tehát nem hal meg a akciók közben. Akkor ki lehet menteni a Black Hawk helikopterrel? Bizonyám. Jajá. És lesz ilyen. Tehát lesz ilyen. Lesz ilyen, hogy amikor nem lesz ennyire nyugodt, ugye, a küldi. Amikor jobbról, szemből, hátulról jönnek a rakéták. És hát valamikor meg is fog pusztulni. Hopp, nem. Ja, nem. Ez, így inkább, ez. Tehát csökkentsük le a sebességet, és ez az. Ah. Target right. Annyira érzéketlen egy picit így a billentyűzet. Pedig csak egyszer nyomok rá, de nagyon érzékeny és átvált ilyenkor. Tehát, hogy nem megáll a küldi, vagy a magasság,
hanem átvált. Jó, és akkor szépen leszállunk óvatosan. Tudom, hogy ki van kapcsolva. Jó, és akkor... Hát egyelőre amúgy nem tűnik, nem csinál semmit. Fuel, nem. Kapcsoljuk ki a motort? Hát nem akarom föladni. 1200. Fuel visszaállt. Oké. Akkor no. Ez az. 9-es vissza. Tehát bekapcsoljuk ugye a motorerőt, és akkor szépen elkezdjük növelni a sebességet, a gázt, és ennyi. Meg vagyunk. Jó, akkor ennyi. Tehát, hogy nem kell megijedni. Csak úgy néz ki, hogy le kell állítani mindent. Ugye? Nyomjuk meg az F10-et. Újra beütöm. A Fly 2. Igen, az kell. Újra beütöm. Ez. Valahogy ugye így mondtam, hogy valahogy így jövünk majd. Innen délről. Valahogy így. Így, és akkor így. Na, még egyszer. Érzéketlen a billentyűzet. Nem tudom, ez valami hiba lenne? Nem hiszem, hogy a billentyűzettel lenne problémám. Ja nem, bocs, nem akarok már semmit sem csinálni, ez így jó. Oké, és akkor. Target left. Jó, és akkor már növelhetjük a sebességet, tehát megbillentjük a helikopter kis órát, nozját, és... Jó, beállunk 1300-ra. Mennyi volt az előbb? 1200 körül? Mindegy. Lényegtelen amúgy. Ja, és akkor rágyjuk az időgyorsítást. Ez az. És... Majd, ha ugye lesz kontakt, valami ellenfél, akkor majd szépen kikapcsolom, és akkor már elkezdhetünk majd harcászkodni, úgymond. Aha, a jobb oldalon, ahogy nézem az infót, az változik, de viszont a műszerfaltól jobbra a tényleges magasság az nem változik. Csak az ott ugrál, mert az mutatja a talajhoz viszonyított magasságunkat végső soron. Incoming, right. Target, right. Oké. Mindjárt megnyomok egy F10-et, és akkor aha, és akkor látjuk, hogy miről van szó. Ezeket amúgy akár ki is lehetne kerülni. Vagy ugye azt csinálom, hogy ráfordulok, és szépen kilövöm. Mi legyen? Legyen az, hogy ráfordulok. We're hit! Ó, basszus. Incoming, front. Kapjuk a találatokat. Incoming, right. Target front. Bogey front, we're hit. Jó. Oké. Menjünk innen a büdös francba. Ú, de jó is, hogy incoming, be van kapcsolva right. Az a magasság elkerülés, gyerekek. De jó, hogy be van kapcsolva. Incoming, rear. Mert, most arra egyszerűen nem tudtam figyelni. Jó, menjünk le, csökkentsük a magasságot. Oké, jó ez így. Incoming, rear. Kus, nézzünk egy F10-et. Aha, azt a büdös mindenit nézzétek. Várjuk, az egy helikopter, bassza meg! Az egy helikopter! Hellfire, Sidewinder. Az egy helikopter. Bogey left. Aha. Jött utánunk a rohadék. Jó, vissza... Hú, basszus, de jó, hogy leesett, hogy az egy helikopter. Amúgy mutatja itt a térképen, tehát rá lehetne jönni, csak ugye... hát ja, nem mondom, lehet, hogy kikapcsolom én azt a grafikát. Mert egy picit ilyen vízfestékessé teszi. Bizonyos játékoknál jó, így LCD monitoron. CRT monitoron ugye nem kell belenyúlni, de... LCD monitoron bizonyos játékok jobban mutatnak.
Hát ez nem sajnos. Hát ezt el kell ismernem, hogy ezt nem kéne erőltetni. Jól van, kaptunk valami találatot? Aha, bassza meg, valami baj történt ott a orrunknál. Tud működni a... Működik. Ácsi. Jó, működik. Valami más gond lehet. Várjátok, itt nem írja azt amúgy, hogy... Mit... mi sérült? Nem látom. Ez lehet a bármi is. Irányító rendszer. Érzékelő. A gépágyú egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Jó, hogy nézem, mindjárt elérjük az első waypontot. Sőt. Most miért, merre repültem? De valami, összekeverte egy picit az irányokat. Mert most haladunk nyugat fele. Jó. Ó, basszus. Hát... Azok ott minket zavarni fognak. Akkor mi van? Nekünk van az egyes. És menjünk erre. Enter, és F1 vissza. Jó, és menjünk. Azokat szerintem meg kell nézni, és el kell pusztítani. Nézzünk egy F10-et. Oké. Hogy rá, hogy irányba vagyunk. Szerintem a kézikönyvet is elő kéne keresnem. Ugye kaptunk hozzá kézikönyvet ott a gogos változatba. És át kéne nézni azt is. Mert ott a monitor alatti részeken az nem tudom, hogy micsoda. Azt már én elfelejtettem. Ugye mondtam, hogy nekem volt kézikönyvem a Amigás Gunship 2000-hez, hiszen eredetibe vettem, kézikönyv jár hozzá. Sőt, nekem még eredetibe megvolt a Formula One Grand Prix. Nem emlékszem, Amigás F1-es játék, az is olyan 91-92 környékén volt. És az érdekes módon annak előbb volt Amigás verziója, és utána jött ki a PC-s. Legalábbis ugye, ahogy én emlékszem így a Gurus magazin cikkek kapcsán. Jó lenne erre figyelni, ugye? Incoming, right. Target, right. We're hit. Még messze vagyunk, most. Most. Target right. Oké. Nagyon kapkodtam. Ja, hogy így akkor ők meg is voltak. Ugye? Igen. Nem is figyeltem, basszus, és túlmegyek a célponton. Te atyagatya. Valami rossz a beállítással itt a 7-es, 6-os, mert most haladunk a 2-es waypont fele. Aha. Bogey, right. Annyi... Incoming, front. Bassz meg! We're hit. Bassz meg! Sikerült lelőni? Right. Kurva, néni két. Mi van? Elkezdett csökkenni a magasságunk. Incoming front. We're hit.
Menj, az Isten áldjon meg. Hol vagyunk? Incoming, front, target front. Jó, nézzük meg egy F-10-et. És fújjuk ki magunkat. Jó, szerintem lelőgtem a helikoptert, mert az nem tűnik helikopternek. És akkor haladjunk most már északra. Ami azt jelenti, hogy kus, nem tudok odafigyelni, bazd meg. Jó, meg átváltottam a mélypontot. A magasságunk. Target front. Megvan, Hellfire-ök. Target front. Na, és ez ott volt, ahol megvan. Ha már itt megsemmisítettük, a nagy részét már kiírja, hogy akkor már megvan. Jó, akkor váltunk az irány cékon. Target right. Oké. Az tuti bizti szenszenzorék, hogy az ellenfelek reagálásán az biztos, hogy javít, hogyha ugye magasabb nehézségi fokra állítjuk az ellenfeleket. Nem tudom, hogy Hellfire-rel ki lehet lőni a Mi-24-es helikopter. Szerintem igen, csak több kell neki. Meg is van, földbe csapódott. Oké, F-10, és megyünk is vissza. Nem érdemes szarozni, megvan a misszió, gyerekek, nem érdekel. Tehát szétlövik a helikopterünket, nézzétek. Valószínűleg, hogy az egyik hajtóművet eltalálták. És azért csökken a magasságunk, ugye, hébe-hóba. Oké, tehát megvan a bázis, F1 vissza, és megyünk vissza a bázishoz. Csökkentjük a magasságot. Habár lehet, hogy mehetünk titni legyenesen, akkor lehet, hogy inkább növelem a magasságot. Jó, tehát meg kell keresnem a joystickokat, és be kell üzemelnem, mert sokkal egyszerűbb lesz azért valahogy így használni. Target right. Az nem ellenség, F10-es. De, ellenség. Pirossal van kijelölve. A neve alapján gondoltam, hogy nem az lesz, de mindegy. F9, ugye volt az a... Oké, maradunk ezen a magasságon, remélem. De kifogyott a Hellfire, de van még. Jó, hát a másodikat sikerült megcsinálni, ennyi. És a helikopterünk sérült. Nem mindig tudom kontrollálni. Még a leggyengébb szinten sem tudom mindig kontrollálni mondjuk a küldetést, a csatákat. A srác, akit néztem ugye, ő is ugye ilyen alacsony nehézségi szinten játszott, és hát őt is ugye szarrá lőtték néha. Incoming, rear. Oh, baby, igen. Ez auto hover, ez nem is tudom mit jelent. Várjatok egy picit. Ír elől valamit a újság. Azt tudom, hogy van rá billentyűzet, de hogy mit jelent, az nem tudom. Most csak így simán átfutom a cikket, hogy hát a föltűnik. Mert nem, az nem a robotpilóta, tehát ez rendesen ki van írva, hogy az robotpilóta. Nem tudom, mi ez az autó. Lehet, hogy ha ugye automata emelkedés.
Talán, nem tudom. Azt sem tudom, hogy mit jelent. Jó, mindegy, itt hirtelen nem látom, srácok. Menjünk vissza. Szerintem a magasságot jelentheti. Jó, elkezdjük csökkenteni. Nem tudom, mi ez. Már csak tudjátok mit, basszus? Hát nálam van az okos telefon, és nem. De lehet, hogy inkább rákeresek a Google-n. Auto. Jó, ez így nem volt jó, hogy beírtam. Hogy jelentése. Autólebegés. Nem, várjunk, autó, hover, magasságtartás, szerintem az lesz az. Most így hirtelen ezt találtam meg. Illetve hát nem volt így kiírva, csak ugye következtettem. De valószínűleg, hogy én megnyomhattam valami billentyűt, mert várjatok. Tehát ez nem magától aktiválódott, hanem én szerintem megnyomtam itt valami billentyűt, ahogy kapkodtam jobbra-balra. Milyen messze van? Jó. Nulla. A nulla billentyű az az ő. Ez az. Így van. Ugye az angol kiosztást olvasom, és akkor magyarra le kell nekem képezni, hogy az melyik. De emlékszem, mondom, emlékszem nagyjából, hogy nekem mi a magyar, a angol kiosztás. Elég sokat használtam. Nem mindegyikre emlékszem, de emlékszem. Jó, már visszamegyünk és leadjuk a küldit. Így sikerült, kész. Igazából örülök, hogy nem haltam meg. Nem lőttek szét minket. Oké, tehát a nulla az autó hover-ra. Valószínűleg a módom a magasságtartás. De várjátok, mi van, hogyha most megnyomom? Hát igazából nem csinál itt semmit. Jó, elkezdjük csökkenteni a sebességet is. Target left, target right, target front. Oké, ez már így teljesen jó. Oké, meg vagyunk? Nem, basszus. Érzéketlen a billentyűzet, igen. Akkor elkezdjük a magasságot csökkenteni, és leadjuk a küldit. Oké, és yes. Vagyis Z billentyű. Na, mondom Z. Na végre. Basszus, olyan lassan reagál. Hát nem csodálkozok, hogy nem kaptunk semmit. Nem csodálkozok, hogy nem kaptunk semmi, gyerekek. Oké. Okay. Ez biztos, hogy nem akarom visszanézni. Most gondolom, ha ezt átnevezem, akkor azt megjegyzi a többet is. Nem akarok vele foglalkozni, csak gondolkodok. Vagy rá kell kattintani, hogy export. Jó van, frácsok. Ennyi.
Hány óra van? Ó, basszus. Az a baj, hogy... ja. Takarítós nap van. És nekem takarítani kéne. Viszont az is igaz, hogy... ebédet nem kell csinálni, tehát nyerek... Durván fél óra... Hú, most nagy számolás van, igen. Derek, nyerek durván fél órát. Ami azt jelenti... fél 12, és akkor ebéd előtt gyorsan takarítok, fölporciózok, ez az amaz. És akkor van egy órám. Oké, na srácok, akkor gyorsan elköszönök tőletek, megnézem a felvételt, illetve átállítom a grafikát, és jövök vissza, jó? És akkor elkezdjük a következő küldetést. Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!